A falusi civil alapnál harmadik, a városi civil alapnál pedig második alkalommal pályázhattak a miniszterelnökség által biztosított forrásokra. A falusi szervezetek 1-től 7 millió forintig terjedő támogatásokat igényelhettek, amelyek közül 1439 nyertest hirdettek országszerte. A városi civil alapra idén 8-szoros túljelentkezés mellett összesen 1003 pályázó nyert támogatást. Közel 10 milliárd forint, 5 milliárd a falvak, 5 milliárd a városok esetén került szétosztásra. Ezeket falusi és városi civil szervezetek tudták megpályázni, és tudnak ebből gépjárműt beszerezni, ingatlant vásárolni és felújítani, rendezvényt szervezni, vagy egyéb eszközbeszerzést lefolytatni, amely azért nagyon fontos, mert ezáltal ezek a civil szervezetek erősödnek, a helyi jelenlétük, az a közösségi tevékenység, akár egy bázissal, akár egy helyjel, akár egy hasznos eszközzel, akár egy olyan rendezvényen, ami a helyi közösséget megerősíti, a helyi identitást, a helyi közösség számára fontos. Tudjuk, hogy a polgárőröktől, a tűzoltókig, az iskola alapítványoktól, kulturális szervezeteik milyen széleskörű és mennyire fontos tevékenységet végeznek a civil szervezetek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a közösségek megyéje, hangsúlyozta Kis András a nyertes pályázatokkal kapcsolatos sajtótájékoztatón. A megyéből összesen 189 szervezet nyújtott be sikeres pályázatot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében falusi civil alap keretében 121 szervezet 439 millió forintra pályázott sikerrel, tehát ennyi nyertes pályázat érkezett be Szabolcs megyéből, míg a városi civil alap esetén 68 szervezet 244 millió forint támogatásban részesült, köszönet Magyarország kormányának. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil közösségi szolgáltató központ fő célja, hogy egyfajta híd szerepet töltsön be a civilek és a különböző kezelőszervek között.